Ebben a részben a nyiroködémáról fogok beszélni. A nyiroködéma egy olyan állapot, amiben a nyirok a szövetek közötti folyadék rendellenesen felszaporodik és duzzanatot okoz. Ahhoz, hogy értsd, hogy mi is az a nyirok, egy pici anatómia meg élettan ismeretre szükséged van. A vérkeringésed három fő részből áll. Ezek közül a legerőteljesebb a szív és az artériák hálózata. Az artériák azok, amelyek a friss, felfrissült oxigénben dús vért a tested minden porcikájába elszállítják. Ott a sejtek felveszik belőle azokat a tápanyagokat, ami nekik kell, és a vér tovább áramolva a vénákon keresztül visszakerül a keringésbe. Tehát az artériák által hozott vért a vénák összegyűjtik, de nem tudják tökéletesen összeszedni az összes vért, marad valamennyi folyadék a sejtek között. Ez a nyirok. A nyirok ereg feladata, hogy ezt az ott maradt folyadékot, a nyirkot visszavigyék a keringésbe. Ebből következik, hogy az artériák, amit beszállítanak, a vénák és a nyirokerek együttesen szedik össze, és juttatják vissza a keringésbe. Amíg ezek egyensúlyban vannak, tehát amennyi jön, annyit szállítanak vissza, egészséges a keringésed, nem alakul ki ödéma. Mi történik, ha a nyirokrendszer, a nyirokerek megbetegednek, vagy sérülnek, hiányoznak? Az történik, hogy nem tudják ellátni a feladatukat, tehát azon a területen, ahol amit érint a betegség, a nyirok nem kerül vissza a keringésbe, ott marad a szövetek között, gyűlik, és duzzanatot okoz. És nézzük, hogy mi vezet a nyiroködémához. Ketté kell bontani a világot. Vannak a fejlődő országok, ahol a fertőzés a nyiroködéma fő oka. A fertőzés pedig a szennyezett ivóvízzel terjed. A gazdag országokban, így hazánkban is két fő forma lehetséges, az egyik a veleszületett, a másik pedig a szerzett forma. A veleszületett az nyilván egy fejlődési rendellenesség, a szerzett pedig hát valamilyen betegség, baleset, sérülés következménye. A hazai eseteknek legalább 65-70%-a ide tartozik. Műtétek következménye, besugarazás következménye, baleset következménye. Nyiroködémához vezet az elhízás is, mert a zsírszövet tele van erekkel és nyirokerekkel, sok nyirok keletkezik benne. Ha valaki felszed 30-40 kg-ot, az egyetlen ember ellátására tervezett nyirokrendszer nem bírja a kétszeresére megnövelt testből összedni a nyirkot. Ha vele született a probléma, akkor az általában a lábakat érinti, nagyon ritkán más területet. Fiúknál már gyakorlatilag az első születés utáni első napokban nyilvánvalóvá és láthatóvá válik a probléma, míg lányok esetén a legtöbbször csak a serdülőkorban, sőt 20 éves kortáján az első szülés, vagy első terhesség vagy szülés esetén jelenik meg. Milyen vele született problémái lehetnek a nyirokrendszernek? Az egyik, hogy a nyirokerek és a nyirokcsomók fejletlenek, alulfejlettek. Tehát ahogy a test növekszik, van egy olyan pillanat, ahol ez a fejletlen rendszer már nem képes ellátni a szükségleteket, és onnantól megjelenik az ödéma. Ennek ellentéte a nyirokerek túlburjánzása, és a bennük levő billentyűk emiatt hibásan működnek, nem tudják a nyirkot megfelelően fölfelé irányba, a keringés irányába továbbítani. Tehát ezeknél a veleszületett formáknál
Előfordulhat, hogy olyan súlyos a fejlődési rendellenesség, hogy már az első pillanatoktól ödéma jelenik meg, de lehet, hogy a fejlődés a test növekedésének egy bizonyos pontján éri el azt a szintet, hogy a termelődött nyirok már meghaladja a rendellenesen fejlődött nyirokrendszer kapacitását, és onnantól jelenik meg az ödém. Gyakran egy hirtelen hízás robbantja be a nyiroködémát. A zsírban és nagyon sok nyirok keletkezik, nyirokér viszont nem elegendő, és így a zsír szaporodása felborítja a nyirok egyensúlyt. Nagyjából az esetek kétharmada vagy még több az úgynevezett szerzett másodlagos nyiroködéma. Ilyenkor a nyirokrendszert érintő külső sérülés, műtét a probléma kialakulásának az oka. Hazánkban leggyakrabban műtétet követően alakul ki nyiroködéma. Ez keletkezhet rögtön a műtét után, de néhány évvel később is a heg, ahogy zsugorodik, a benne levő kötőszövet leszoríthatja a meccés vonalába eső nyirokeret, és ezért alakul ki az ödém. Egy átvágott nyirokér szerencsés esetben összeforhat, tehát csak műtétet követően néhány hónapig van duzzanat a kezelt területen, de gyakran végleges is maradhat. Nagyon gyakori a nyiroködéma a visszérműtéteken átesettek között. Hogyha visszagondolsz az elején, mit mondtam, ugye az artériák által hozott folyadékot, vért a vénák és a nyirokerek együttesen viszik el. Ha visszérműtéttel viszereket zárnak el, akkor csökken a szállítási kapacitás azon az oldalon, és több hárul a nyirokerekre. Szerencsés esetben visszérműtét után nem alakul ki nyiroködéma, de azért néhány évvel később lehet rá számítani. A daganatok sebészi eltávolítása során a terület nyirok központjait, nyirok ereit és nyirok csomóit is kiírtják, kiveszik, eltávolítják. Szintén ide vezet a sugárkezelés. A nyirokcsomók nagyon érzékenyek a besugarazásra, a sugárkezelés bennük gyulladást okoz, ami hegesedéshez vezet, és hát például mellműtét, melldaganat után és a besugarazása után szinte mindig kialakul a nyiroködéma. Leggyakrabban, ami érdekes, hogy leggyakrabban nem azonnal, hanem 2-3 évvel később. Ekkorra hegesednek el annyira a nyirokcsomók, hogy elzárják a nyirokáramlás útvonalát. És mik a nyirokkeringési zavar tünetei? A folyadék felszaporodik, és duzzanatot okoz, általában a végtagokba. Ez lehet egyoldali, vagy kétoldali. Néha csak az ujjakat, kézujjakat, lábujjakat, kézfejet, bokát érinti, de súlyos esetben kiterjed az egész végtagra is, tehát akár combtőig terjed. Az ödémás területnek a tapintata az olyan, mint a kelt tésztáé. Persze ezt tudnod kell, hogy milyen a kelt tészta. Hogyha az ujjaddal megnyomod, nem kell nagyon erősen, csak picit megnyomod, akkor az egy kis bemélyedés keletkezik, ami nagyon lassan simul el. A nyiroködéma reggelre általában enyhül, hogy miért csökken a reggelre? Hát a fekvő helyzet miatt. Mutatom ezen a palack vízen. Tehát a nyiroködéma az a sejt közötti térben van, tehát egy szabad folyadék, ezért a gravitáció lefelé vonzza, tehát a lógatott kezed kézfejébe, a lábfejedre húzódik le. Fekvő helyzetben az ödéma eloszlik. Amint aztán felülsz, majd felállsz,
visszakeveredik a lábadba. Ezen az ábrán az emberi test fő nyirokereit láthatod, és azokat a pontokat, ahol leginkább kialakul a nyirokötéma. Ugye? Lábszár, teljes láb, vagy valamelyik kar. Ha az ágyéki területen kiirtják a nyirokutakat, akkor arra nem vezet szállítási útvonal. Tehát arra nem tud menni már nyirokereken keresztül a nyirok semmiképp. A beldaganat utáni műtétnél a hónaj alatti nyirokcsomókat szinte mindig kiveszik sebészileg, ami nyilván viszi magával a nyirokereket is, és ezután besugarazást is adnak, ahogy mondtam, a sugarazás pedig hegesít. Hogyha a nyirokereket kiveszik, eltávolítják, besugarazással elégetik, ez pont olyan, mint amikor a faluthoz vezető síneket felszedik. Hiába mész ki az állomásra, nem fog jönni többet a vonat. Mert hogy nincsenek olyan útvonalak, ahol a vonat közlekedni tudjon. Ha nincs nyirokér, akkor a nyirok nem tud min távozni az érintett területről. A nyiroködéma sokaknál lehet enyhe. Alig észlelhető duzzanat, legtöbbször így kezdődik. Picit bevág a cipő, vagy a papucs, a szokni. Alig észrevehető a különbség. Ahogy súlyosbodik, telődik a végtag, úgy okoz egyre nagyobb panaszokat. Feszülést, az ízületi mozgathatóság korlátozódását, meg persze hát cipelni kell azt a rengeteg vizet, ami a lábban van. Aztán azt már mondtam, hogy ugye az artériák által hozott vért, azt a vénák és a nyirokrendszer együttesen szállítja el. Eddig ugye arról beszéltem, hogy a nyirok erek megbetegednek, akkor gond van, mert nem szállítódik el a nyirok, de hogyha a nyirokerek mellett még a vénák is betegek, kanyargósak, kitákultak, hát akkor mind a két elszállító rendszer beteg, nyilvánvaló, hogy még súlyosabb a kórkép. Arról, hogy a nyiroködémával mit kell tenni, hogyan kell kezelni, a következő filmben fogok beszélni.